Április 21-én Tisza Kécskén került megrendezésre a Teke Női Kelet egyéni döntő, ahol a Rákoshegyi VSE versenyzői közül Csongrádi Gyöngyi ezüstérmes lett, Bárintfi Szintia azonos fával, de rosszabb tarolással pedig bronzérmet szerzett. A megméretetés végletegi kiélezett jellegét jól szemléltette, hogy mindketten egyetlen fával maradtak le a döntőt végül 581 fával mennyerő BKV-s versenyzőtől a Kelet egyéniről öt rákosegyi tekézőnő jutott a most hétvégi országos egyéni sprint és összetett egyéni döntő 32 fős mezőnyébe